Köszöntöm nézőinket! Önök a Tolnatáj Televízió híradóját látják, Vince Réka vagyok. Főbb témáink néhány mondatban. Országjáró fórum Nagykónyiban. A június 9-i választásokra hívták fel a figyelmet. Parkolók, játszótérfejlesztés. Böröc Máté tartott fórumot Szekszárdon. Iskolai piknik, főzőverseny, szkander és más számos program várta a diákokat. Széchenyi Ödön tűzoltóverseny. Diákok mutatták meg tudásukat. Országjáró fórumot tartottak Nagykónyiban. Az eseményen az európai parlamenti, illetve az önkormányzati választásokra helyezték a hangsúlyt. Potápi Árpád János, nemzetpolitikáért felelős államtitkár fontosnak tartja, hogy minél több állampolgár éljen a lehetőséggel és részt vegyen az európai parlamenti választáson. Nyilván Nagykónyiban ugyanaz a helyzet, mint az ország többi részén, mint Tolna vármegyében is. A települési önkormányzati választások mellett arra kérjük az itteni embereket is, hogy szavazzanak a Fidesz-KDNP pártszövetségre, mert csak így tudunk a béke oldalán kiállni. Baliszter Bolya Boglárka elmondta, hatalmas tétje van a választásnak, hiszen Európa jövőjéről is döntenek. Itt jelenleg Európa a háború és a béke és a szabadság és az elnyomás határmesdjéjén, határvonalán egyensúlyoz, és ez a választás most pont arról fog szólni, hogy merre fogunk elmozdulni. Úgyhogy hatalmas a tét, a magyar embereknek meg kell védeni a biztonságát és a békéjét, a gazdasági teljesítményünket, a családokat, különösen a gyermekeinket, úgyhogy itt a háború vagy béke, ez a legnagyobb tétje ennek a választásnak. Dr. Latorcai Csaba kihangsúlyozta, a rendszerváltás óta nem volt akkora kockázat a szavazásnak, mint jelenleg, ugyanis a háború vagy béke kérdésében kell állást foglalni. Azért van szükség országjárásra, hogy minél több honfitársunkban tudatosítsuk, hogy soha nem látott tétje van a június 9-i európai parlamenti és önkormányzati választásnak. A tét nem kevesebb, mint hogy háború vagy béke. Az, hogy hagyjuk-e, hogy Európa és Európa részeként esetleg hazánk belesodródjon teljesen feleslegesen egy orosz-ukrán háborúna, vagy pedig kitartunk az eredeti álláspontunk mellett, Magyarországot megőrizzük a békeszigetének, mi több, hogyha honfitársaink kellő számban vesznek részt a választáson és szavaznak a béke mellett, akkor esetleg olyan súlyt tudunk képviselni mi békepártiak az Európai Parlamentben, hogy egész Európát esetleg meg tudjuk menteni egy harmadik európai világégéstől. Elmondta, Magyarország minden települése számít. Kész tervekkel és ötletekkel állt az emberek elé Böröc Máté, a szekszári harmadik választókörzet képviselőjelöltje. Új parkolóhelyekről, játszóterek fejlesztéséről és közösségi programokról is tanácskoztak. Böröc Máté képviselőjelöltnek ez már a második utcafóruma volt. Az elsőn a Kadarka utcát érintő ügyeket tárgyalták meg, többek között a vízelvezetés problémáját, valamint a közrend, közbiztonság fokozásának szükségességét. Ezúttal a Bottyánhegy Zöldkert utcában egyeztettek. Itt amik felmerültek gondolatok, többek között utca járda felújítása kapcsolatos témák voltak, újabb parkolóhelyeknek a kialakítása, de szót ejtettünk például egy esetleges kutyafuttató létesítéséről, itt nyilván a helyszín, hogy mindenkinek alkalmas legyen, további vizsgálatra lesz majd érdemes. A jelölt örül annak, hogy a környéken sok gyermekes család él, ezért fontos lenne a játszóterek fejlesztése. A régebbi lakótömbök közötti játszótereket folyamatában felszámolta az önkormányzat, és inkább afelé tendálódunk, hogy nagyobb komplex játszóterületek legyenek kialakítva. Nekem is ez lenne az elképzelésem, az elgondolásom, hogy a jövőben itt ezen a két lakótelepen kettő, esetlegesen három ilyen komplex játszóteret tudjunk létrehozni. Elmondta továbbá, hogy szeretné visszahozni azt a régebben sikeresen futó programot is, amelynek keretein belül a lakóközösségek egyszeri pályázat által virágmagokat, palántákat, valamint kertészeti eszközöket érdemelhetnének ki előkertjeik gondozására.
Május minden évben a családok hónapja, mely az anyák napjával kezdődik, és a gyermeknappal záródik. E két jeles ünnep között pedig pontosan félúton kiemelt fontossággal bír a család nemzetközi napja, melyet az ENSZ kezdeményezésére minden évben május 15-én tartunk. Sefcsik Zoltán evangélikus lelkésszel beszélgettünk, aki saját szemszögéből osztotta meg velünk gondolatait ezen nap alkalmából. Ha nem tudom pontosan ki vagyok, akkor hogy tudok szeretetet megosztani? Tehát ha magam nem tapasztalom, hogy szeretve vagyok, és én ki vagyok, akkor ezt hogy adjam tovább? Érdekes ez a Jézusi nagy összefoglaló parancsolat, ami az Ószövetségben is ott van már, amit Jézus kiemel, hogy szeresd az Urat szívedből, elmedből, teljes lelkedből, és fele barátodat, mint magadat. Az Alsónánai Hagyományőrző Nyugdíjas Egyesület, az Alsónánáért Egyesület, valamint az Alsónánai Sport Egyesület tagjai a közösen megvásárolt virágokat elültették a település virágos edényeibe, így szépítve a falut. A Bartina Néptánc Egyesület síhederek csoportja duplázott, hiszen pénteken Szegeden az Országos Ifjúsági és Gyermek Néptánc Fesztiválon lépett fel Sárközi koreográfiával, szombaton pedig Komlón a regionális néptánc találkozón mutatta be délalföldi táncát, mellyel kiemelt arany minősítést ért el. A regionális találkozón színpadra lépett a Töpörtyű csoport is, akik szintén arany minősítést szereztek. Az aprók csoport bukovinai műsorukkal ugyancsak aranyminősítést kaptak, valamint egy külön díjat is a kiemelkedő énekes előadásmódért. A Komlói Fesztiválon Nyemcsókné Kárpáti Katalin és Nyemcsók Pál pedagógia külön díjat is átvehetett. A Dombóvári Eszterházi Miklós Technikum, szakképzőiskola és kollégium főzőversennyel, vetélkedőkkel és számos programmal várta a diákokat az iskola udvarán, illetve a sportcsarnokban. A hagyományoknak megfelelően idén is megrendezték az Eszterházi Napot Dombóváron. Kis Gyula, a Diák Önkormányzatot segítő oktató elmondta, az időjárás miatt az eseményt áttették egy másik időpontra. Azért is különleges a mai, mert idén először nem volt alkalmunk a polgármester úr elé vonulni. Minden zöld nap alkalmával szoktuk ezt megtenni, hogy a vizsgára bocsátáshoz engedélyt kérjünk a polgármester úrtól. Ez idén elmaradt, és most a polgármester is megtisztelt minket a jelenlétével. Próbálunk a gyerekeknek színesebb programokat szervezni, és alapban elég szoros a tanárdiák kapcsolat nálunk, alapban elég kötetlen a légkör, de ezen a napon egy kicsit meg tudjuk ezt tetőzni. Épp most jöttem ki a tanárdiák kidobó versenyre, úgyhogy levegőt még nagyon nehezen kapok, de sikerült egy-egyre felhúznunk az állást, úgyhogy senki sem maradt szégyenben. A főzőversenyen szabad kezet kapott mindenki, ezért többféle ételt készítettek, például tárcsánsült húsokat, hamburgert, pörköltet, grillezett zöldségeket. A diáknap ünnepélyes megnyitóval vette kezdetét, amelyen a jelképes iskolakulcsot átadták a tanulóknak, illetve a Diák Önkormányzat elnökének. Különleges program még nálunk a nem szecskavató van, hanem egy eskütétel. A 9-esek egy humoros formában esküt tesznek az iskola iránti elkötelezettség, illetve a felsőbb évesek iránti elkötelezettség irányában. És utána rengeteg sportprogram, tanárdiák, kötélhúzás, kidobó, főzőverseny, amit zsűrizünk, értékes tortákat és klassz nyereményeket lehet a végén bezsebelni. Osztályszinten táncprogramokkal készültünk, és egy ki mit tud lesz még itt, amire parkürtől kezdve éneklésre mindennel készültek a diákok. Kadlicskó Dorina elmondta, az Eszterházi nap fontos neki és diáktársainak, hiszen ilyenkor a megszokott kötöttségek nélkül tölthetik el az időt egymással. Itt el is tele vagyunk programokkal, mindegyik diák elengedheti magát, hiszen főzések hada van, tanárdiák párbajok, tényleg jazz dance, mindenféle ki mit tud is lesz, nagyon fontos ez a program az iskola számára. Nekem ez a harmadik alkalom, hogy itt lehetek. Én nagyon szeretem. Főképp a 9-esek eskütételét, hiszen akkor lényegében már ők is átvehetik azt az érzést, hogy tényleg igazán a suli tagjai. Pinter Szilárd, a város polgármester is részt vett az eseményen. Azt mondom, hogy ez a gyerekek már elfogadták a EMI-t. Nyilván ez mindig balagás környékén, előtte, utána egy hétét kell kerülni, meg ne is ez az Eszterházi nap. Reggel 8:30-kor van az indulás, ilyenkor már a csapatok lelkesen készülnek a főzésre, hagyományosan megjárják a helyi kört, ez egy belső kör itt a városba, ki kocog, ki sétál. Azt gondolom, hogy ez egy nagyon jó bemelegítés az egész napra. De menni sokkal fontosabb, és igazgató az, hogy meg is megerősítette, 8:30-kor délig megkapják az iskola kulcsát. És én nyilván biztattam is őket, hogy minden csintevésű, amit eszükbe jutott, kövessék el, hiszen
12-ig büntetlenül tehetik. De nyilván azt gondolom, hogy az örök klasszikusban is úgy van, hogy aki ötöt szeretne, az csontot hoz a kutyának. Miután igazgatónak van kutyája, és nagyon jól ismerem, javasoltam a diákoknak, inkább virsit hozzanak, akkor biztos, hogy elresztősül van minden csintevésük. A polgármester édességcsomagokat adott át a 15 csoportnak. Egy külföldön élő, de rendszeresen hazalátogató Tolna vármegyei férfi tett feljelentés a dombovári rendőrkapitányságon ismeretlen tettes ellen internetes csalás miatt. Mint elmondta, még tavasszal figyelt fel egy befektetési hirdetésre, amelyben a legalacsonyabb összegű 100 000 forintos befizetésnél is napi 20 dollár nyereséget ígértek, ezt a regisztrált az oldalon, megadta a kért adatokat, és el is utalta a pénzt az egyik számlájáról. A befektetési tanácsadó kérésére telepített egy távoli elérés biztosító programot a gépére. Később megkeresték a számlavezető pénzintézettől, mert a gyanús tranzakciók miatt zárolták a számláját, letiltották a kártyáját. A másik számlájára időközben különböző összegek érkeztek, majd azokat a számlán tartott 70 000 forintjával együtt valaki tovább utalta idegeneknek, illetve bitcoint vásárolt belőle. Az eset kapcsán a Tolna vármegyei rendőrfőkapitányság ismételten felhívja a figyelmet, hogy az online térben megjelenő hirdetések esetében is legyenek egészségesen gyanakvók. Komoly munka után találták meg a szakemberek a közelmúltban történt vízhiányokát, amely miatt hosszú időre több Tolna vármegyei település ivóvíz nélkül maradt. A víznyomócső meghibásodott Nagyvejke és Závod között, a nyomóvezetékben keletkezett összetömörült vízkősalak dugó okozta a vízhiányt. A Gandhi Gimnázium KHNP Kft. És a Civilek a Kultúráért és a Felzárkóztatásért Egyesület társ szervezésében lehetőségnapot tartottak május 12-én a Táncsics Parkban, Pakson, ahol színes programokkal, kortárs roma festők alkotásainak kiállításával, tárlatvezetéssel, cigány népismereti foglalkozással és gyermekprogramokkal várták az érdeklődőket. Az eseményen vendég példaképek, Balogh Tibor festőművész, grafikus, dr. Orsó Zsuzsanna biológus, rákkutató és Jakab Natália romológus a Gandhi Gimnázium igazgató helyettese vettek részt. A nap koncertekkel zárult. 21. alkalommal rendezték meg a Gróf Széchenyi Ödön tűzoltó versenyt a Bonyhádi Általános Iskolában. A völgységből több csapat is képviseltette magát a próbatételen, ahol elméleti és gyakorlati tudásokról is számot adtak. A verseny legérdekesebb feladata a tűzcsapra szerelés volt. Felkészülni, rajt! A hagyományokhoz hűen diáktűzoltók mutatták be tudásukat. Idén 12 csapat vett részt a megmérettetésen. Azt gondolom, hogy régi időket idézi a részvétel. Nagyon örülünk, hogy újra hatalmas létszámban érkeznek a csapatok. A mai nap programja az az, hogy először egy elméleti tesztet töltenek ki a csapatok, majd pedig talán a látványosabb része a versenynek, amikor kint a gyakorlatban is megmutathatják tudásukat. A Bonyhádi Önkéntes Tűzoltó Egyesülete kezdetektől részt vesz a szervezésben, valamint felkészíti a diákokat a versenyre. Amire nagyon büszkék vagyunk, hogy idén is részt vett a Borszéki Tűzoltóság és az ottani általános iskola, amit úgy tudtunk megcsinálni, hogy a múlt héten ők már ugye itt voltak, ide utaztak, amit a katasztrófa védelemmel és az iskolával közösen úgy tudtuk megszervezni, hogy online élő adásban leversenyeztek a gyerekek, és ahogy ők itt a Bonyhádiak megkapták a feladatsort, abban a pillanatban ugye e-mailben elküldtük, ott is egy bekamerázott teremben fogják végezni a feladatsornak a kitöltését, tehát az írásbelit, és azt is meg fogjuk kapni egy meghatározott időn belül, és remélem, hogy ezzel nekik is örömet tudtunk szerezni azzal, hogy mégis ugye 750 kilométert utaztak ide, és hogy így is részt tudtak venni a versenyben. A gyakorlati feladat során a tűzcsapra való szerelést mutatták be. Ami 2 darab B-sugárral, egy osztóval és 2 darab osztott sugárral történik. A gyerekeknek célt nem kell leküzdeni, nem csak egy bolyáig kell elérni, akkor van az óra megállítása, amikor mindkét sugárcsőből a víz megjelenik. Az egyesület elnöke ismertette a játék szabályait. A dobogó az 2x2 méteres, a dobogóról ugye semmiféleképpen nem lóghatnak le az eszközök, és a kapcsok közé mindenképpen egy papírlapnak legalább be kell férni. Ez azt jelenti, hogy nem lehetnek összekapcsolva a dolgok, hanem a gyerekeknek kell ezt is megoldani, és úgy kihúzni.
Idén 3 bonyhádi csapat mérettette meg magát. A régió híreivel folytatjuk. Zárszámadás a pécsi önkormányzaton. Bevételek, kiadások feketén, fehéren. Marcali Expo. 54 kiállító mutatta meg termékeit a vásáron. Meseopera a Kamara Színházban. Gulyás Dénes rendezte a Mátyás király Vándorúton című előadást. Pécs zárszamadását tárgyalta a város képviselőtestülete keddi ülésén. Ez a dokumentum tartalmazza azokat a lekönyvelt bevételi és kiadási összegeket, amelyek az önkormányzat valós pénzügyi teljesítményét mutatja meg. A Fidesz frakcióvezetője szerint rekordbevételeket látni a könyvelésben, miközben ez nem érezhető a városi szolgáltatásokban, Pécs gazdasági helyzetén. Hogyan teljesített pénzügyileg Pécs 2023-ban? Ez a kérdés is szerepelt a városi közgyűlés keddi ülésén. A zárszámadást tárgyalták, ami feketén-fehére megmutatja a ténylegesen lekönyvelt kiadásokat, bevételeket, így lezárva a 2023-as pénzügyi évet. A Fidesz frakció vezetője szerint vannak érdekes kiadások a baloldali városvezetés jóváhagyásával. Több mint 200 millió forintot költött csak kommunikációra, azért, hogy itt a választási kampányban önmagát reklámozza. Eközben az óvodai ellátórendszerből súlyos pénzek hiányoznak, hiszen tömegével fordultak hozzánk azok a szülők, kisgyerekes szülők, akik arról panaszkodnak, hogy a rajzlaptól a WC-papíron át már mindent nekik kell bevinni az óvodába, hogyha azt akarják, hogy legyen meg ez a felszerelés, mert az önkormányzat, mint fenntartó nem járul hozzá megfelelő mértékben ezekhez az eszközökhöz. Teszi ezt úgy, hogy egyébként az állam 3 milliárd forinttal segíti ki, rekordszinten 3 milliárd forinttal segíti ki az önkormányzatot, csak például az óvodai ellátás területén. Bevételi oldalon jelentős állami támogatást és iparűzési adóbevételt találunk, mondja Csizmadia Péter. Soha nem látott mértékű állami működési támogatás érkezett Pécsre, ez 20 milliárd forint körüli összeg, illetve az is igaz, hogy az iparűzési adóbevétel, tehát az a bevétel az önkormányzatnak, amit a helyi vállalkozók, családi vállalkozások és nagy vállalkozások, egyéni vállalkozók a kőkemény munkájukkal mindennapok során megtermeltek és befizettek, az szintén rekord magasságban van, tehát gyakorlatilag ez már a 16 milliárd forintot is meghaladja, tehát az önkormányzatnak lenne mind az iparűzési adó bevételből, mind pedig az állami rekordméretű támogatásokból finanszírozni a működését, a közszolgáltatásokat. Nagy kérdés, hova tűnt ez a pénz, teszi fel a kérdést a frakcióvezető. Hol van ez a pénz, amikor a pécsiek azzal szembesülnek, hogy nem járnak a buszok, ha jönnek, akkor össze-vissza, és egyébként pedig borzalmas állapotban vannak. Soha ilyen koszos, mocskos tömegközlekedési eszközök még nem voltak Pécsen. Még akkor sem, amikor 2010 előtt az akkori baloldali városvezetés egyszer már tönkretette a városi tömegközlekedést, még akkor is rendezettebb körülmények voltak. Ehelyett a sikerpropaganda arról szól, hogy Pécs az egy fejlődő város. Hát, hogyha a pécsiek kimennek az utcára és körbenéznek, akkor felteszik magukban a kérdést, hogy hol a fejlődés. Ráadásul kiderül a könyvelésből az is, hogy több mint 10 milliárdos EIB hitele van a pécsi önkormányzatnak. Csizmadia Péter szerint megérett az idő a változásra, Pécs tetszalott állapotban van. Fejlődő pályára kell állítani a helyi gazdaságot, hogy a fiatalok ne vándoroljanak el, megfelelő munkahelyeket találjanak. Rendbe kell tenni a tömegközlekedést és az egyéb önkormányzati szolgáltatásokat. Erre vállalkoznak a polgári oldalon, mondja a Fidesz frakció vezetője. 54 kiállító és több száz résztvevő. 3 napon át tartott az újjáélesztett Marcali Expo. Az esemény fővédnöke Feldman Zsolt mezőgazdaságért és vidékfejlesztésért felelős államtitkár az eseményen arról beszélt, a kormány magyar vidék partnere. Több év kihagyás után rendeztek újra mezőgazdasági expót Marcaliban. A 3 napos rendezvényre számos kiállító érkezett. Nagyon sokszor halljuk azt, hogy Somogynak kitörési pontokra van szüksége. Kitörési pontok lehet az újraiparosítás, kitörési pont kell, hogy legyen a turizmus. Azonban egy dolgot ne felejtsünk el, Somogyban az alapot az agrárium és élelmiszertermelés adja. Én úgy gondolom, hogy eddig is, és ezt követően is ezt az adottságunkat nem szabad, hogy feladjuk, és ezt be kell, hogy mutassuk. Ez a vásár kiváló rendezvény arra,
hogy a kistermelőktől a nagygazdálkodókig az élelmiszerfeldolgozás minden ágából bemutathassuk azokat az eredményeket, amiket a Somogyi Agrárium elért. 54 kiállító és még sok program várta az érdeklődőket, akik közelebbről megismerkedhettek Somogy kincseivel. Az Expo emellett kiváló helyszínt biztosított a közösség összekovácsolására is. Közösséget teremtsünk, közösségi teret hozzunk létre, és ez a legkiválóbb, ami azt gondolom mindenkinek fontos, hogy együtt leülhessünk egy asztal mellé, egy pohár sör mellé, kiváló barátainkkal tudunk találkozni, nagyon színvonalas standokat tudunk részt venni, és ami nagyon fontos, kulturális program is kiegészíti a vásárt. Erről szól a közös együttlét, a közös gondolkodás, és ezt teremtik meg a szervezők itt Marcaliban. A rendezvény egyik célja az volt, hogy lehetőséget kapjanak a termelők és a vállalkozások a bemutatkozásra. Marcalinak e tekintetben rendkívül jó lehetőségei vannak, és én, ha kívánhatok valamit, akkor azt kívánom, hogy néhány éven belül nőjük ki itt a sportcsarnok és környékét, és költözzön el ez a vásár egy olyan helyre, ahol állandóan kényelmesen és a legnagyobb helyigénynek is eleget téve szolgálhatja az odalátogatókat. Ez a vásár ez nem csak az üzletkötésről, hanem a barátságról is szól. Horvát barátainkat is ezért hívtuk, hiszen ők 25 éves tapasztalattal rendelkezve szervezik a vásárukat, és Bjelovár kicsit nagyobb város, mint Marcali, de ők is valahonnan innen indultak. A vásár második napját a rendezvény fővédnöke, Feldman Zsolt államtitkár nyitotta meg, aki elmondta, a kormányzat a gazdák és a vidéki vállalkozások partnere, a Magyar Vidékkel szövetségben dolgozik. Mi abban vagyunk elkötelezettek kormányzati oldalról, és ezért fontos számunkra a Marcali Új Lendület Expo is, hiszen ezeknek a vállalkozásoknak, fogyasztókra, kapcsolatokra, és lényegében piacra van szüksége, és más. Ez a legfontosabb, hogy itt rögtön helyben ezt összetudjuk kötni az itteni fogyasztókkal, itteni vásárlókkal ezeket a szereplőket. Én azt hiszem, hogy akkor fog, és akkor tud Somogyban is a kis és közepes gazdaságok, a kis és közepes vállalkozások ereje nőni, akkor tudnak erősödni, hogyha ezeket a lehetőségeket kinyitjuk számukra. Hiszen mi abban vagyunk érdekeltek, hogy lehetőségeket nyissunk, kapcsolatokat teremtsünk, és itt tartsuk ezeket a vállalkozásokat. Az elmúlt időszakban, csak hogy ezt alátámasztam az önök számára, a vidékfejlesztési programunk keretében 55 ezer olyan kis és közepes vállalkozások által megvalósított projektet támogattunk, amely abban segítette őket, akár itt Somogyban, akár az ország bármely más részén, hogy lényegében egyről a kettőre jusson, értéket tudjon teremteni. Az Új Lendület elnevezésű expo 3 napon át kínált színes szakmai és családi programokat az érdeklődőknek. A gyermekeknek szóló meseoperáknak fontos helye van a zenekultúrában. Nem csak azért, mert hozzásegíti a gyerekeket, az ifjúságot a zene nyelvén megfogalmazott komponált történetekhez, hanem azért is, mert azok jó része történelmi tényeken alapulnak. Gulyás Dénes operaigazgató rendezésében kelt életre a történet a Pécsi Nemzeti Színház Kamaraszínházában. Jó hangú, de gyerekeknek játszani tudó színészek kapta kihívást a meseopera eljátszására. Tibri Lita Bolondot a kiváló hangi adottságokkal rendelkező Berkovec Dávid alakítja. Félig meddig bolond. Tehát, hogy ő a Mátyásnak az a segítője, vagy az a harcosa, úgymond mellette, aki próbálja őt egy kicsit terelgetni azon az úton, hogy mi lenne a helyes, mi lenne a jó irány, a két másik papírtologató ellenpontja gyakorlatilag a darabban. A meseoperában Mátyás királyt Kálai Gergely játsza. Azt mondja, szereti az operát hallgatni, és most játszani is. A szereposztástán egy hajdut képzelt el magának, aztán ő lett a király. Gulyás Dénes operaigazgató a darab rendezője kérte fel a szerepre. Gondolkozok benne egy szerepben, gondoltam, hogy valamelyik hajdu, vagy ilyesmi, és akkor mondta, hogy hát inkább a Mátyás szerepét nézegessem. Akkor az első gondolatom a pánik volt. De egyébként maga a karakter
az nyilván egy nagyon rokonszenves jelenség, és sok szempontból tudtam vele azonosulni, mert hogy maga egy ilyen szigorú ember, aki szereti a precizitást, rend a lelke mindennek, utálja a papírmunkát, tehát amikor elkezdtük próbálni ezeket a dolgokat, és kiderültek ezek a személyiség jegyei a magának a karakternek, akkor elég könnyű volt belehelyezkedni ebbe a szerepbe. Azon túl, hogy egy magyar történelmi figura Mátyás király, egy magyar zeneszerzőnek, Tallér Zsófinak gyermekek számára írt operája ősbemutatója volt nemrég a Pécsi Nemzeti Színházban. Nekem az a meggyőződésem, hogy egy nemzeti intézmény azon túl, hogy játsza a világhírű szerzőktől mindenféle prózát, balettet, operát, zenészínházat, feltétlenül teret kell adni azoknak a szerzőknek is, akik most mutatkoznak be, és egy olyan darabot hoznak, ami ősbemutató egy színházban. De ez a színháznak is egy életrajzi adata, hiszen hogyha ezeknek a szerzőknek a darabjait nem mutatják be a színházat, akkor mi végre dolgoznak. Tehát én azt hiszem, hogy ez fontos, hogy ősbemutató legyen, és egy opera egy magyar zeneszerzőnek, magyar nyelven írt operája a gyerekeknek, ez fontos. Ezért döntöttem emellett a darab mellett. Ebben a mesében Mátyás nem hal meg. A valóságban viszont, mint mindenki, aki megszületett, Mátyás király is meghalt 1490. április 6-án. Éppen 534 évvel később, 2024. április 6-án volt az ősbemutatója ennek a meseoperának Pécsen. A zeneszerző szövegkönyvíró fiatalon tragikusan hunyt el, ezért a Mátyás király Vándorúton című meseoperával az ő emlékét is ápolni szeretné Gulyás Dénes. Mutatjuk Tolna vármegye híreit még egyszer, röviden. Országjáró fórum Nagykónyiban. A június 9-i választásokra hívták fel a figyelmet. Parkolók, játszótér fejlesztés. Böröc Máté tartott fórumot Szekszárdon. Iskolai piknik, főzőverseny, szkander és más számos program várta a diákokat. Széchenyi Ödön tűzoltó verseny. Diákok mutatták meg tudásukat. Csütörtökön az elmúlt napokhoz képest zömében felhőségbort lesz a jellemző, időnként, helyenként átmenetileg felszakadozó felhőzettel, bujkáló napsütéssel. A hőmérséklet általában 20 fok fölött marad. Estétől várhatóan megnő a csapadékhajlam záporok, zivatargócok formájában. Éjjel tovább terjeszkedik a csapadékmező, hajnalra csökken a csapadékhajlam, majd a felhőzet is. Friss hírekkel legközelebb csütörtök este jelentkezünk. Mára köszönöm figyelmüket, viszontlátásra!